A Nemzetközi Diabetes Világnaphoz csatlakozva a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület ismét megtartotta szokásos éves nagyszabású találkozóját november 16-án a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az eseményen, melyen a szervezet elnöke Illés Jánosné és dr. Füzesi Péter, Rákosmente alpolgármestere köszöntötte a jelenlévőket, orvosszakértői előadások, egészségügyi szűrővizsgálatok és diabetikus termékek vására várta az érkezőket. A Nemzetközi Diabétesz Társaság a világ több mint 130 országában minden év november 14-én ünnepli a cukorbetegek világnapját, ugyanis ezen a napon született Frederick Banting, az inzulin felfedezője. Ehhez csatlakozva ingyenes vércukor, vérnyomás, koleszterin, véroxigén és húgysav mérésen vehettek részt az érdeklődők a 13. Cukorbetegek Világnapja elnevezésű Rákosmenti Egészségügyi Rendezvényen november 16-án. A Vigyázó Sándor Művelődési Központban emellett a résztvevők a látásukat és hallásukat is megvizsgáltathatták, sőt testanalízist, illetve prostataszűrést szintén elvégeztethettek magukon. Az orvosszakértői előadásokat egyaránt magába foglaló nagyszabású programot dr. Füzesi Péter, Rákosmente alpolgármestere nyitotta meg. Beszédében kiemelte, világszerte több mint 400 millióan szenvednek cukorbetegségben, számuk Magyarországon csaknem 1 millióra tehető, a 17. kerületi lakosok körében pedig szintén jelentős mértékű az érintettség. Azért jó, hogy vannak ilyen civil szervezetek, egyesületek, mert ők azok a fórum, akik az emberek és az egészségügyi ellátás között megteremtik az összekötő hidat. Én szeretnék gratulálni ehhez a teljesítményhez, hiszen szükség van arra, hogy tanácsadást adjanak az embereknek a megelőzésről, a kezelésről. Sokan nem is tudják, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek a betegségnek, és az Egyesület amellett, hogy erre felhívja a figyelmet, biztosít lehetőséget arra is, hogy ingyenesen az emberek foglalás, időpontfoglalás, bejelentkezés nélkül szűrővizsgálaton vegyek részt, és ha esetleg probléma van, akkor időben tudják ezt nekik jelezni, és valóban el tudnak menni az orvosi ellátásra. Az alpolgármester hozzátette, Rákosmente önkormányzata minden erejével támogatja az itt élő emberek egészségét, hiszen az előző ciklusban egy kivételével az összes házi orvosi rendelőt felújították. A november 16-ai egészségnap célja a cukorbetegségben érintettek, illetve nem érintettek figyelmének felhívása a szűrővizsgálatok fontosságára és a szövődményekre. Emelte ki Illés Jánosné, a rendezvény főszervezője, a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület elnöke. Én azt javaslom, hogy mindenki a 40-es éveiben feltétlenül jelenjen meg valamilyen fórumon, ahol cukorbetegséggel kapcsolatos tűrések, vagy úgy, hogy a házi orvosa elküldi orvosi vizsgálatra, de ha erre nincs lehetősége, akkor bárhol egy ilyen rendezvényen arról képet kap, hogy már itt az idő, hogy most már tényleg el kell menni abba a laborba. A cukorbetegséggel élőknek különösen fontos, hogy végtagjaik, szívük és látásuk egészségére kiemelten ügyeljenek. Így az esemény előadásai is ezekhez a témákhoz kapcsolódtak, illetve foglalkoztak a szintén rendkívül lényeges étkezési tanácsokkal. A rendezvényen a 17. kerületi szakorvosok mellett jelen volt dr. Kajetán Miklós, a szervezet diabetológusa, valamint Heinz Andrea tiszti főorvos is. Az egészségnap fővédnöke Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője volt. Azok, akiknek tanácsra van szükségük a cukorbetegség terén, minden hónap utolsó keddjén érdeklődhetnek a Rácuk gyűlésein, a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A programot az Egyesület Senior Örömtánc bemutatója zárta.